Mozgalmas hétvége. Amfetamin származékot, töltött fegyvert és cigarettát is lefoglaltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a Záhonyi határátkelő helyen. Visszaesés. Csaknem 30%-kal volt kevesebb a külföldi utazások száma ebben az évben. Többen inkább belföldön nyaraltak. A szállodák foglalásainak negyede szép kártyás volt. Csúszós járdák. Büntetésre számíthat, aki nem sepri el ingatlana elől a faleveleket. Amfetamin származékot, töltött fegyvert és cigarettát is lefoglaltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a hétvégén. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A csempész árukat a Záhonyi határátkelőnél ukrán férfiak próbálták behozni Magyarországra. A szervezet szakemberei mindegyik ügyben megtették a feljelentéseket az illetékes rendőrkapitányságon, illetve a NAV pénzügyi nyomozóinál. Ezeket a tasakokat egy Olaszországba tartó kis busz utasánál találták a pénzügyőrök Záhonynál. Az átvizsgálás során az ukrán férfi többször próbálta elrejteni, végül azt mondta, a földön találta az acskót. A helyszínen elvégzett gyors teszt alapján kiderült, a tasak amfetamin származékot tartalmaz. A NAV szakemberei bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést tettek az illetékes rendőrkapitányságon. De nem csak ezt a szert próbálták illegálisan becsempészni a határátkelőnél. Röggen vizsgálat buktatott le egy ukrán testvérpárt, aki kamion sofőrjeként a kamion padlózatába a zárt szervények közé próbálták meg elrejteni az 5000 doboz cigarettát. Ez egy átalakított padlózatú tehergépjármű volt. Természetesen ezeket röggennel vizsgálják át a kollégáink, így Záhonynál ezt is megtalálták. 4,5 millió forint értékű cigarettát rejtettek el, egyébként a kiszabott bírság pedig 9 millió forint redukál. Egy másik vámvizsgálat során egy harmadik ügyben is feljelentést tettek a pénzügyőrök a rendőrkapitányságon. Egy ukrán férfit ellenőriztek Záhonynál a pénzügyőrök, akinél édes fegyvert találtak. Kesztyűtartójában, a hátsó ülés kesztyűtartójában helyezte el ezt az éles fegyvert, éles lőszerrel betánazott fegyvert. Egyébként még emellett 28 darab lőszert is találtak. A férfi bármilyen rejtés nélkül helyezte el a gépkocsijában, tehát bármikor használhatta volna akár ezt a lőfegyvert. Természetesen ezt lefoglalták a pénzügyőrök, illetve a továbbiakban eljárást kezdeményeztek ellene, a rendőrségnek adták át az ügyet. Fegyvert egyébként tartási engedéllyel lehet szállítani a határon, de nem éles lőszerrel töltve, valamint külön elzárt táskában kell tárolni. Itt az áhonyi ellenőrzésnél az ukrán férfi azt mondta, engedélye ugyan van, de Csehországban felejtette. Elkezdték a csengeri börtön tereprendezési munkálatait. Mint ismert, a büntetés végrehajtási intézetek zsúfoltságának csökkentése érdekében a megyében két új börtön épül, az egyik Csengerben, a másik pedig Kemecsén. Az ország legkeletibb városában épülő intézetbe 500 elítélt kerülhet majd. A tervek szerint itt 2017 tavaszán kezdődik az építkezés, az intézetet a tervek szerint 2018-ban adják át. Csaknem 30%-kal esett vissza a külföldi utazások száma ebben az évben. Az irodákban a biztonságos utakat keresték, így voltak olyan korábban kedvelt turisztikai célpontok, ahová idén nem mentek a magyarok. Többen inkább belföldön költötték el a pénzüket, a szállodai foglalások negyedét szép kártyával fizették ki az utazók. Az idén nyáron a megszokottnál sokkal körültekintőbben választottak utat a nyaralók. Nyaralási kedv volt, de a korábbi úti célok megváltoztak. Törökországot, Egyiptomot, Tunéziát kockázatosnak tartották, inkább a horvát-görög és spanyol tengerpartra szólt több foglalás. Az ágazatban az elmúlt 5 évben a bevételek növekedésnek indultak, de idén volt egy nagyobb visszaesés, mondta el 35 perc című műsorunkban az utazás szervező. Már majdnem minden nagy túroperátor meghozta az évi statisztikát az iránt, abban a tekintetben, hogy a nyár az hogy alakult, mert azért reméljük még ezen egy kicsit a tél fog javítani. De azért azt lehet mondani, hogy átlagosan egy 30% sajnos az jelen van a piacon. Ugye ez adódik abból is, hogy azok az úti célok, mint ugye egy Tunézia, egy Törökország, Egyiptom, ami azért azt lehet mondani, hogy árérték arányban alacsony számít a piacon, mert ugye sok kis gyerekes családok is választották ezeket a desztinációkat. Ők ugye most nem utaztak, és nem tartották ezt elsődleges úti célnak, hanem helyette vagy belföldet választották, vagy esetleg inkább csak a környéken mondjuk egy horvátországi autós nyaralásra mentek el.
A szakember elmondta, a célországok politikai és biztonsági stabilitása, az utazási irodák netes foglalási lehetőségeinek kiszélesítése és a hazai lakossági fizetőképesség fogja befolyásolni a szektor eredményességét a jövőben. Itthon a belföldi turisztikai forgalmat a szép kártya húzta felfelé, és fogja is húzni egész év végéig. A családok egy hétre, 10 napra és hosszú hétvégékre utaztak el, és használták a szép kártyát, ami hajtó ereje a hazai turizmusnak. Évvégéig olyan 7-10% körüli növekedésre számíthatunk. Azt mindenképpen látjuk, hogy a hazai szállodák esetében a belföldi forgalomnak 22-25%-át a vendégek szép kártyával fizetik. Tehát jelentős piacbővítő eszköz, és azon kívül magának a szép kártyának a léte, a reklámja, az tovább ösztönzi a lakosságot pihenésre, nyaralásra. A szép kártya jó kafetéria elem a családoknak, az év végéig 90 milliárd forintos rekordot is meghaladhatja a kártyákra töltött összeg. Több mint 1,5 millió kártya tulajdonos van. A legnagyobb összeget szállásra költik, de éttermekben is mindennapos a használata. Itthon már az interneten is fizetni lehet a pihenőkártyával. Büntetésre számíthat, aki nem sepri el ingatlana elől a faleveleket, mivel az csúszás veszélyes, tájékoztatott a Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, ősszel is hasonló a helyzet, mint télen a jegesedés idején. Ha valaki a saját portálja előtti területet nem sepri el és felszólítás után sem rendezi, eljárást indítanak ellene. Az elmúlt napok szeles időjárása felerősítette a falevelek hullását, egyre több helyen rétegződik a járdákon az avar. Az eső sem kedvez, hiszen csúszósá válnak a lehullott falevelek, ez akár balesetet is okozhat, a figyelmetlen közlekedő könnyen megsérülhet, eleshet. A leggyakoribb sérülés vagy sérülés helyek, ugye ez a csuklósérülés, bokasérülés, a comnyak sérülés, comnyaktörés, illetve a mellkas sérülés. Ezek a leggyakoribb sérülések. Igazából itt javasolni tudnám a réteges öltözködést, ugye az időjárásnak megfelelően, illetve egyfajta csillapító, tompító hatással is bírhat a balesetet tekintve. A téli időszakban a jegesedés elkerülése érdekében seperni, akár sózni is érdemes a járdákat, azonban minden évszakban rendben kell tartani a területeket, tájékoztatott a Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, valamennyi településen van erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Minden ingatlan tulajdonosnak a tulajdonában határos közterületet tisztán kell tartania az úttest széléig. Ebbe tartozik az is, hogy takarítsam fel a járdát, akár nyáron, akár télen, például a sikosságmentesítő nem kell. De ki kell pucolnom, ha kell az árkot is ki kell pucolni, le kell vágnom a füvet, össze kell szednem a szemetet, tehát ez mind-mind kötelesség egy tulajdonosnak. A közterületek és főleg a járdák tisztántartását folyamatosan ellenőrzik a közterületfelügyelők. Nyíregyháza belvárosában is bőven akad olyan hely, ahol mulasztottak. Ezt tablettel fotózzák a felügyelők. Ha nincsen otthon a tulajdonos, akkor felszólítást hagynak postaládájában, de sokan ezután sem rendezik a területet. A közterületfelügyelő ilyenkor eljárás fog kezdeményezni a címzetes főjegyző úrnál, és ilyenkor ő jár el hatósági jogkörülénél fogva. És ilyenkor pénzbírság általában a vége. A hulladék gazdálkodási bírság függ többek között a terület nagyságától, a büntetés mértéke így pár ezer forinttól akár több százezer forintig terjedhet. Fontos tudni, hogy a köztisztaságról szóló rendeletek vonatkoznak a társasházakra, a családi házakra és üzletekre is, lényegében minden épületre. Veszteséges és korrupt üzletnek nevezte a letelepedési kötvényeket az Együtt elnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szigetvári Viktor szerint a kormány nem mond igazat az eltörléssel kapcsolatban, célja csak a Jobbik megzsarolása, amely már korábban a kötvény megszüntetéséhez kötötte az alkotmánymódosítás megszavazását. Az országgyűlés kedden dönt az alaptörvény módosításáról. A szavazásban, illetve az azt megelőző vitákban Szigetvári Viktor közlése szerint az Együtt nem vesz majd részt. Alkotmányellenes ez a mostani alkotmánymódosítás, kell tenni Magyarország biztonságának növelése érdekében, de nem úgy, ahogy a Fidesz teszi, nem lehet ezzel az alkotmánymódosítással semmit sem segíteni Magyarországon, ráadásul ez inkább megosztja Magyarországot, megosztja a magyar politikai közösséget. Rossz megoldás, nem veszünk részt a parlamenti vitában, nem támogatjuk semmilyen módon szavazatunkkal azt a színjátékot, ami folyik az országgyűlésben ezügyben.
Két személygépkocsi ütközött szombat délután Nyíregyházán a Rákóczi úton. A balesetben senki sem sérült meg, de mindkét járműben jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset körülményeinek tisztázására eljárást indított a rendőrség. Több áldozata is volt az 1956-os forradalomi szabadságharcnak a szatmári térségben. A visszaemlékezőket tovább kutatják. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 9 gólos vereséget szenvedett hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Kovács Péter együttese az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen 37-28-ra kapott ki a Dunaújvárostól. A KKC pénteken a Vácot fogadja. Döntetlennel zárult a labdarúgó megyei első osztály 13. fordulójának rangadója. Az Illovas Balkány 1-1-et játszott a harmadik helyezett Nagy Halásszal. A Fehérgyarmat Nagy Ecset találkozó a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. Több áldozata is volt az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a szatmári térségben. A Szatmár Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. Most megkeresi a visszaemlékezőket, hogy az ő történeteiken keresztül váljanak egyértelművé a helyi események. A kutatásra, valamint előadások szervezésére pályázati forrás nyert a Kft. A projektet irodalmi esttel nyitották meg. A szabadság egy nagyon édes dal, megszédít, megcsal és szeretem. Egy az emlékév üzenetét hordozó dallal kezdődött a fehérgyarmati irodalmi est a Talán Teátrum előadásában. A rendezvényen elhangzott, az 56-os események a szatmári térségben is követeltek áldozatokat. Fehérgyarmaton volt 56-os per, ahol hetedrendű vádlottig ítéltek el a forradalomban való részvitelért helyi vezetőket. Másrészt november 4-e is fontos, hiszen ez a nemzeti gyásznap. November 4-én zárták körbe a laktanyákat, és árasztották el Budapest utcáit a T-34-esek, a orosz T-34-esek. És szatmári térségből is, 56-ban egyébként többen haltak meg, volt halott Jánmajtisról, volt halott Panyoláról. Fehérgyarmat polgármestere szerint az 56-os forradalom és szabadságharc az utókor számára meghatározó esemény, amely a jövő építése szempontjából kiemelkedően fontos. Mindenképpen nekünk itt Szatmárban 56 üzenete az egységesség, a testvériség. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy az 56-os események ugye egy dolgot nagyon jól megmutattak, hogy összefogásban lehet csak eredményeket elérni. Az 56-os események során az ország minden lakosa egy cél érdekében indult meg. Úgy gondolom, hogy a mai ifjúság számára is ez egy fontos dolog, hogy megértsék ennek az üzenetét. Csak akkor lehet sikeres Magyarország, hogyha minden egyes lakosa egységesen egy cél irányban halad. Az irodalmi estet a Szatmár Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. Szervezte pályázati támogatással. Ez a nyitó rendezvény még 3 irodalmi estet foglal magába, 2 Magyarországon, 2 pedig kint Erdélyben, tehát Szatmár Németi és Nagy Károly központtal kerül majd megrendezésre a következő időszakban, de nem csak irodalmi estet, hanem különböző egyéb programsorozatokat is rendezünk a pályázat keretében. Tehát gondolok itt tudományos konferenciára, gondolok itt egy 10 részes előadássorozatra, továbbá általános iskolásoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak különböző tanulmányi versenyeket csinálunk. A program keretében az 56-os eseményekhez kötődő szatmári helyszíneken emlékpontokat alakítanak ki, amelyeket helyi kutatások alapján határoznak majd meg visszaemlékezők segítségével. Kilenc gólos vereséget szenvedett hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Kovács Péter együttese az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen 37-28-ra kapott ki a Dunaújvárostól. A KKC pénteken a Vácot fogadja.
Úgy kezdett a Kisvárda, ahogy valamennyi eddigi hazai meccsén, azaz engedte meglépni ellenfelét Kovács Péter együttese. A 13. percben már 13-3-ra vezetett a Dunói Város. A folytatásban faragtak hátrányukból a várdaiak, de a szünetben így is 7 góllal álltak jobban a vendégek. A második játékrész is rémálomszerűen indult a házigazda számára, Zsinórban 6 gólt lőtt a Dunói Város, amivel el is döntötte a mérkőzést. A hátralévő időben csak a különbség volt kérdéses, végül 9 gólos vereséggel zárta a meccset a Kisvárda. Kísért a múlt, ugye minden meccsünk, majdnem minden meccsünk így kezdődik, hogy az ellenfél a mérkőzésen önzetemes említett eszélyet, hogy ezt legfeljebb szépíteni tudjuk. Ma még el sem tudtuk a második fél időbe, csak annyit, hogy valamivel közelebb kerültünk, hiszen volt már 13 gól különbség is a két csapat között, ha jól emlékszem, hogy több nem. Hát nem tudom. Ez egy nehéz iskola, tehát ezt tanulni kell, tanulnunk kell az NB1-et. Hát az ember mindig csak abba bízik, hogy elkövetkezendőbe, tehát hogy tanulunk belőle, és hogy ez jobban fog működni. A Dunai Városiak edzője szerint döntő volt, hogy mindkét fél idő elején több góllal el tudtak lépni ellenfelüktől. A védekezésünk is koncentrált volt, feszes volt, agresszív volt, a támadójátékunk is jól sikerült. Tudtunk ott könnyű gólokat lőni gyors indításokból. Aztán egy kicsit fölengedtünk, annak tudatában, hogy nagyobb a különbség, a gólkülönbség a két csapat között, ezt a Kisvárda azonnal kihasználta. A második fél idő elején az öltözőben egy picit ismét összekaptuk a csapatot, elmondtuk a lehetőségeket, mit kellene csinálni, hogyan kellene játszani támadásban, védekezésben, koncentráltabban kellene lenni. Az NB1 tabellájának élén az Érd áll 13 ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 12 pontos Győrt és a szintén 12 pontos Dunaui Várost. A Kisvárda 4 ponttal a 9. helyen állva várja a Vác pénteki vendégjátékát. Döntetlennel zárult a labdarúgó megyei első osztály 13. fordulójának rangadója. Az Illovas Balkány 1-1-et játszott a 3. helyezett Nagyhalásszal. A Fehérgyarmat Nagyecsed találkozó a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. Nehéz, mély talajon mért össze tudását a megyei első osztály két élcsapata. Az első fél időben a vendégek Kálai révén megszerezték a vezetést. A második 45 percet végig támadta a Balkányi együttes, gólt azonban csak egyet lőttek, Kerti találatával alakult ki az 1-1-es végeredmény, ami azt jelenti, hogy Mirgai László együttese 13 fordulót követően is veretlen a bajnokságban. Ilyen rangadón, ilyen iszap birkózásba, ennyi helyzetet kidolgozva, amennyit kidolgoztunk, és hát a Gagyi az NB1-es szinten védett, a Nagyhalászban kapufáink voltak, szerintem a kettőből egy 11-es is volt, két olyan szituációnk volt, amit meg lehetett volna adni. Helyzetek alapján több góllal kellett volna nyerni a második fél időbe. Az elsőben ők voltak fölénybe, kontráztak, ott azt mondom, hogy szerintem egy kicsit ott a középpályán megvertek minket, de azt már a második fél időbe szerintem helyzetek alapján akár 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A vendégek edzője szerint az első fél időben eldönthették volna maguk javára a mérkőzést. A második fél idő képe alapján a szakember igazságosnak tartja a pontosztozkodást. Az első fél idő alapján, ha berúgó helyzeteket nyernünk kellett volna, a második fél időben viszont jobb volt Balkány, én úgy gondolom, hogy az X az reális eredmény. A másik dolog meg még az, hogy nekem a két belső védő nem játszott, az sajnos az meglátszott a csapaton, de akik játszottak, azért pótolták valamilyen szinten. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Rakamaz 5-1, Vásáros Tamény Baktalóránt háza 2-3, Tiszavasvári Tuzsér 1-1, Nyírgyula Gyulaháza 3-1, Ibrány Szakói 4-0 és Sényő Mándok 0-3. A Fehérgyarmat Nagyecsed találkozó a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. A tabella élén a Balkány áll 31 ponttal, megelőzve a 28 pontos Nagyecsedet és a 25 pontos Nagyhalászt. A következő fordulóban a Balkány Nagyecseden lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Amfetamin származékot, töltött fegyvert és cigarettát is lefoglaltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a hétvégén. A csempészárukat a Záhonyi határátkelőnél ukrán férfiak próbálták behozni Magyarországra. A szervezet szakemberei mindegyik ügyben megtették a feljelentéseket az illetékes rendőrkapitányságon, illetve a NAV pénzügyi nyomozóinál.
Csaknem 30%-kal esett vissza a külföldi utazások száma ebben az évben. Az irodákban a biztonságos utakat keresték, így voltak olyan korábban kedvelt turisztikai célpontok, ahová idén nem mentek a magyarok. Többen inkább belföldön költötték el a pénzüket, a szállodai foglalások negyedét szép kártyával fizették ki az utazók. Büntetésre számíthat, aki nem sepri el ingatlana elől a faleveleket, mivel az csúszás veszélyes, tájékoztatott a Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, ősszel is hasonló a helyzet, mint télen a jegesedés idején. Ha valaki a saját portája előtti területet nem söpri el és felszólítás után sem rendezi, eljárást indítanak ellene. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 7-én hétfőn. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb esővel, hiszen újabb csapadékrendszerek érik el térségünket. Éjjel átmenetileg felszakadozik a felhőzet, hajnalban foltokban köd is lehet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, a nap második felében várható eső. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán délután már többnyire napos idő valószínű, megszűnik a csapadék, a következő napokban pedig gyakran lesz erősen felhős az ég, több-kevesebb csapadék minden nap előfordulhat, péntektől pedig már havas eső, hó is lehet. A minimum hőmérséklet a következő egy hét során általában fagypont alatt alakul majd, és a hét közepétől napközben is csak 5 fokig melegszik a levegő.